Őszinte tisztelettel köszöntöm ismét kedves mindannyiukat. Néhány ismétlő szóval indítsuk el a mai előadást. Ugye az emberi agy csodálatos öngyógyító képességéről beszéltünk a legutóbbi alkalommal. Voltak éppen minden előadás egy kicsit átfedéssel képviseli a korábban elhangzottakat is, úgyhogy a statisztikai adatoktól megkímélném önöket, mert hogy azt amúgy is elég nyomasztó lehetett végighallgatni, hiszen mérhetetlen sok szám és összehasonlítás, washingtoni kongresszusi könyvtár állományával, az agy tárolókapacitását egybevetve, stb. Amit igazán szeretnék hangsúlyozni, és ami végig fogja az előadás sorozatot kísérni, többszörösen ismételt formában az az, amit Szokratész fogalmazott meg olyan 2500 évvel ezelőtt, ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. Találtam egy újabb idézetet tegnap, én is egy nyughatatlan elme vagyok, aki állandóan olvas, vagy próbál utána járni. A nagy filozófus császár Marcus Aurelius fogalmazta meg, ki is írtam ide magamnak, életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik. Ugye ez teljes egyetértésben van az előbb mondottakkal, és a példabeszédek könyvében is megtalálhat egy további kiegészítéssel ugyanez a gondolat, ahogy az ember szívében gondolkodik, olyan ő. Erre majd kitérnék, hogy hogy lehet a szívben gondolkodni, mert ez egy újszerű megközelítés, idáig azt gondoltuk, és nyilván helyesen, hogy a dolgok fejben dőlnek el, tehát hogy a fejünkben gondolkodunk, a szív pedig egy pumpa, amelyik a vért próbálja a test különböző területeire eljuttatni. A legutóbbi alkalommal is elhangzott, és ma voltak éppen ezen a nyomvonalon haladnánk tovább, hogy a gondolataink, az előbbi idézetekből ez különben szervesen következik, a gondolataink állandóan formálják az agyunkat. Áthuzalozzák, strukturálisan is változtatják pillanatról pillanatra. Tehát nem igaz az a korábbi megalapítás, mint egy 20 évvel ezelőtt még ez volt az általánosan elfogadott, hogy az agyunk olyan, amilyen, a génjeink meghatározzák, hogy körülbelül mire képes, ezen igazán változtatni nem lehet, ha meghibásodik, akkor csökkentett üzemmódban még valamennyi ideig működik, de alapvetően ez már úgy marad, ez egy egyeki mondás, különben én egyekről jöttem. Ha valaki valamit elront, akkor azt mondja, ez most már így marad. Hát az aggyal nem ez a helyzet, hogyha elrontunk valamit, akkor a gondolattal, az intenzív gondolkodással lehet változtatni. Ha az agyunkat valamiféle sérülés éri, akár életmód függvényében bekövetkező sérülés, akár mechanikus beavatkozás vagy baleset okozta sérülés, megjelennek az immunrendszer takarító brigádjai, eltakarítják a hulladékot, és ha megfelelő érzelmi környezetet biztosítunk, akkor úgynevezett csillagalakú támasztó sejtek, amelyek egyfajta tartalékként ugrásra készen vannak jelen az agyban is, idegnövekedési faktorokat bocsátanak ki magukból, és új sejtek képződnek, olyanok, amelyek az elhalt sejtek helyébe lépnek. Tehát nem igaz az, hogy, illetőleg az önmagában igaz, hogy főleg az agy szürke állományából mintegy 50 ezer sejt pusztul, idegsejt pusztul naponta, de az nem igaz, hogy ezek nem pótolhatók. Ismétlen megfelelő körülmények között, megfelelő feltételek adott feltételek között elindul egy újraépítkezési folyamat, és ennek a kiváltó tényezője maga a gondolkodás. És most már ezen az előbb elhangzott néhány frappáns megalapításon elgondolkodva tovább is lehet lépni. Hoztam én ide egy idézett sor, de ebből most pillanatnyilag csak egy mondatot olvasnék, aztán valamikor az előadás vége felé kitérnénk a többi részletre is. A modern tudomány néha csak azt fedezi fel,
amit az emberek már amúgy is tudtak. És ugye ez az előbb mondottakkal összefüggésben bizonyára igaz, mert Szokratész a maga idejében elmondta azt, hogy ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. Marcus Aurelius elmondta, hogy a gondolataink formálják azt a valakit, akivé válhatunk. És hát ugye a példabeszédek könyve is elmondta, hát a képviselő, hogy az ember szívében gondolkodik, az ő maga. Ezt a régiek tudták, a mai agykutatók azt mondják, hogy a tudomány le van maradva a Biblia mögött, de igyekszik felzárkózni, mert hogy a Bibliában ott vannak ezek a nagyon frappáns és egyszerű szavakkal kifejezett igazságokat megfogalmazó mondatok. Ezért választottuk többek között, itt a múlt alkalommal is elhangzott néhány bibliai kifejezést, mert ezek a bibliai kifejezések a lehető legegyszerűbben adják vissza azt, amit az embernek komolyan kéne venni. Például itt volt nálam egy könyv, fel is mutattam a múlt alkalommal, az volt a címe A változó agy. 20 évvel ezelőtt erről még nem akartak tudni, és nem is tudtak. Ma már az agykutatás foglalkozik ezzel a lehetőséggel, és ismétlem újra és újra hangsúlyoznám, a gondolataink változtatják. Ha valamire nagyon odafigyelünk, nagyon komoly érdeklődést tanúsítunk valami iránt, ez gondolat formájában megjelenik, a gondolatokhoz érzelmek társulnak, az érzelmek nyomán vegyi anyagok szabadulnak fel, a vegyi anyagok pedig a maguk érzelmi összefüggéseivel meghatározzák a hangulatunkat, és meghatározzák a fizikai állapotunkat is. Mert ha a stresszhormonok szabadulnak fel egy kellemetlen esemény kapcsán megjelenő gondolatok hátterén, és a hozzájuk kapcsolódó érzelmek hátterén, akkor az ember kezdi közérzetileg is rosszul érezni magát. Például kimutatták azt is, hogy génszintű hatással is számolni kell. Mert ezek a stresszhormonok, amelyek a kellemetlen közérzet nyomán és rossz hangulat nyomán megjelennek, ezek adott esetben beépülnek az immunrendszer sejtjeinek a DNS-ébe, és különböző, és lerontják azok hatásfokát, tehát lerontják az immunsejtek hatásfokát, és megteremtik bizonyos betegségekre való hajlamunkat. Miközben a vidám elme jó orvosságú szolgál, ahogy ismerjük példabeszédek könyvéből, tehát hogyha valaki derűs, ha valaki pozitív dolgokkal foglalkozva eléri azt a gondolkodás hatására, hogy kellemes érzések is társulnak a gondolatokhoz, akkor az agy különböző vegyi anyagokat bocsát ki, dopamint, endorfinokat, szerotonint, és ezek az ember közérzetét javítják, hangulatilag is feldobják az embert, és nem tudom, hogy ilyen jellegű megfigyeléseket tetszettek-e tenni, de a jókedvű ember, a derűs hangulatú ember nem is betegszik meg olyan nagy gyakorisággal. Viszont a szomorúság, a lehangoltság pedig megszárasztja a csontokat, ahogy ezt ugyancsak a példabeszédek könyve fogalmazza meg. Beszéltünk arról, hogy 100 milliárd agysejtünk van. Beszéltünk arról, hogy olyan különleges képessége és húzalozottsága van az agynak, hogy ez a 100 milliárd agysejt, és ezen belül minden egyes legalább további 1000-rel tart kapcsolatot. Végtelen nagy számok alakulnak ki, hogyha az idegsejtek egymással való kapcsolatát számokban szeretnénk kifejezni. Többek között arra is kitértünk, hogyha valaki az agy kapcsolási rajzát, illetőleg az egyes idegsejtek egymással való kapcsolatait mondjuk egy kapcsolási rajz formájában kiterítené, különben erre nincs példa, mert az agy kapcsolási rajzát senki nem ismeri, ezek találgatások kapcsán megjelenő összehasonlítási adatok, akkor több négyzetkilométernyi területet fedne le ez a kapcsolási vázlat, és ezen belül egy kapcsolási pont kb. Egy gombostű fejnek felelne meg. Tehát ha arra gondolunk, hogy egy négyzetkilométer az 1 millió négyzetméter,
akkor ez elég kellemetlenül nagy szám. Tehát egy ekkora kapcsolási rajzot kiterítve látni magunk előtt, hát az is szinte a képzeletet meghaladó dolog. A múlt alkalommal az egyik vendégünk itt megkérdezte önök közül, hogy lehet az, hogy a gondolkodás génszintű hatást gyakorol. Ha a géneknél tartunk, még egy dolgot el kell mondanunk. Sokan azt tartják, és az agy működésével összefüggésben is meghonosodott ez az elképzelés, hogy ugye van egy bizonyos szellemi kapacitása kinek, és ezen nem tud változtatni. Az előzőekben utaltam rá, hogy a gondolkodással igenis lehet mennyiségi és minőségi változást létrehozni, és nem kell annyira tartanunk a génektől. Azért, mert egy embernek a pillanatnyi állapotát nem annyira a génjei határozzák meg. Bizonyos dolgokra való hajlam valóban génszinten tetten érhető. Környezeti ártalmak is jelen lehetnek, sem a génjeinknek ezt az alapadottságát nem igazán tudjuk változtatni, nem tudunk a szemünk színén, nem tudunk a hajunk színén, a testméretünkön változtatni. Vannak gének, amelyek viszont változnak, de nem a génjeinkkel kell foglalkoznunk, hanem a gének olyanok, mint egy töltött puska. És hogyha netántán valamiféle betegségre hajlamosítanának bennünket, most felejtsük el, amit az előbb a gondolkodásról, mint lehetőségről mondtam. A gének önmagukban nem csinálnak bajt. Az életmód az, ami beindítja a géneket. És a gondolkodás is képes beindítani a géneket, mégpedig akár pozitív, akár negatív irányba. Tehát, hogyha én kellemetlen dolgokkal foglalkozom, és ezek nyomán kellemetlen érzések szabadulnak fel, akkor ezek az ilyen jellegű hangulati elemek és ezeknek a különböző vegyi anyagokat felszabadító hatása aktiválja a géneket. Betegségekre hajlamossá tehet. De a pozitív irányú gondolkozás és az ezekhez társuló pozitív érzések pedig ugyancsak aktiválják a géneket, de egészen más irányba. A gyógyulás irányába, a különböző betegségre való hajlamtól megszabadulás irányába. Tehát óriási lehetőségek vannak a birtokunkban, és az ember nem is gondolná azt, hogy mindennek hátterében a gondolkodás húzódik meg, mint lehetőség. És ezért hangoztatnám ezt az ígét, ezt a bibliai gondolatsort, változzatok el a ti elmétek megújulása által. Tehát, hogyha az embernek a gondolkodása megváltozik, akkor ő maga is változik. Voltaképpen Marcus Aurelius-nak ezt az idézetét azért írtam ide ki, mert ez a kezünkbe adja a kulcsot, azt mondja, életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik. Tehát én nem az vagyok, aki születési adottságaim alapján itt küllemben és egyéb adottságokban megjelenek az emberek között, hanem ez a valaki változtatható, mégpedig attól függően, hogy milyen gondolatokkal foglalkozik, milyen gondolatok honosodnak meg. A másik ugyancsak frappáns Bibliából származó kijelentés, mint a tényleg igaz lenne ez az idézet, hogy a így olvastam, a modern tudomány néha csak azt fedezi fel, amit az emberek már amúgy is tudtak. Nos, azt mondja Pál apostol, aki valószínűleg sokat foglalkozhatott ezzel a területtel, hogy amik csak igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekkel foglalkozzál. Mert ezek az ilyen jellegű pozitív érzelmeket hordozó gondolati irányultságok átformálnak engem, magamat. És hogyha én nekem vannak erkölcsi és eszmei elképzeléseim önmagamról, jövőmről, akkor ezt én tudatosan a pozitív irányú gondolatok befogadásával a magam kezébe vehetem, és foglalkozhatok magammal ilyen irányban is.
hogy a gondolataim, ezek a befogadott gondolatok, ezek a komoly erkölcsiséget és eszmeiséget hordozó gondolatok majd ugyanarra az ábrázatra elváltoztatnak, átformálnak engem. Egy másik ugyancsak Pál apostol gondolataiból, valószínűleg a korintusi gyülekezetnek akart segíteni, mert ebben a gyülekezetben elég sok rosszaság történt. És ha sikerül a negatív gondolatokat kiszűrni, és azok helyét pozitívakkal megtölteni, akkor akár egy negatív irányultságú közösség, ha pozitív gondolatokat fogad be, maga a közösség is megváltozik. Ezért azt mondta ezeknek, hogy ejtsetek minden gondolatot foglyul. Tehát ha a gondolkodásomat a saját irányításom alá veszem, akkor formálhatom azt a valakit, aki vagyok. És itt egy pici kis kitérőt hadd tegyünk. Hogyan működünk? És egyáltalán mi az, hogy lelkiismeret? A lelkiismeret nem vallásos fogalom. Hogy a vallás is kisajátította, vagy használja, ez egy másik kérdés. Hogy működik a lelkiismeret? Úgy, hogy én elfogadok egy erkölcsi irányt, vagy egy eszme irányt, és ha én attól eltérek, mindegy, hogy ez milyen irány. Most ettől vonatkoztassunk el. A lelkiismeretem akkor szólal meg, hogyha én ettől eltérek. Ha mondjuk én iszlám hívő vagyok, és a dzsihád gyakorlati megvalósításában hiszek, és erre az egész életemet ráteszem, ha én ettől eltérek, tudjuk, hogy ez sem erkölcsileg, sem eszmeileg nem igazán vállalható egy civilizált ember részéről, de ha én mondjuk egy ilyen elkötelezett híve vagyok ennek, akkor a lelkiismeretem majd akkor szólal meg, ha nem robbantok repülőt. Viszont ha én az önzetlenség nagy alaptörvényét fogadom el, és ettől térek el, mert elkezdek nagyon foglalkozni magammal és a saját érdekeimet mindenek fölé helyezem, akkor megszól a lelkiismeretem, hogy figyelj csak, az etalon, amit te elfogadtál önszántadból, saját döntésed alapján, az nem ezt képviseli, te ettől eltértél. A lelkiismeretet különben el lehet hallgattatni. Azt hiszem, hogy ebben nagy gyakorlatunk van mindannyiunknak. Érdekes, hogy megint csak egy nagyon frappáns példa található a Bibliában. Azt mondja Pál apostol, amikor a saját megtérésre, a damaszkuszi úton bekövetkezett megtéréséről vall, hogy ott egy Jézussal folytatott párbeszédben állítólag elhangzott ez a kijelentés, nehéz néked az ösztöke ellen rugódozni. Ugye a káli fordításban ösztön van, de az egy hibás fordítás. Mi az, hogy ösztöke? Nem tudom, hogy tudjuk. Hát önök itt félig meddig vidéken élnek, ugye ez azért már város, de úgy gondolom, hogy kinek-kinek van fogalma arról, hogy a mezőgazdasági élet, ami nyilván könnyebben elérhető, állattartással és egyebekkel összekapcsolva, hogy néz ki. Én aszfalton nőttem fel Budapesten, ott az ösztökét nem ismerték. Hát az ösztöke, én így fogalmaztam meg magamnak, nehezen kezelhető, kifejezetten, hogy mondjam, érzéketlen, durva, vastagbőrű állatok noszoktatására, vagy kezelésére, vagy irányítására alkalmas eszköz. Ugye, mert ha az ember szembe megy az ösztökével, ebben a kijelentésben az áll, hogy nehéz az ösztök ellen rugódozni, nem azt mondja, hogy nem lehet. Mi van, ha én szembe megyek egy ilyen hegyes, kellemetlen érzéseket kiváltó szerszámmal? Egyszerű példa, mondjuk felásom a kertet, és nem használom a régi jó bevált paraszti módszert, és feltöri az ásó nyele a tenyeremet. Mit csinálok? Hát vízholyag keletkezik, ezt a rossz gyerek kiszúrja, én is kiszoktam szúrni, ettől beszárad, és vastagszik a bőr. És ott, ahol vastag a bőr, ott nem érzékeny. Tehát a lelkiismeret is így működik. Ha szembe megyek vele, vastagszik a bőre. Egyre érzéketlenebb és egyre érzéketlenebbé válik. Nos, így van ez a gondolkodással is. Ha én a gondolkodásom vonatkozásában eltérek
attól az erkölcsi és eszmei irányvételtől, amit igaznak fogadtam el, ezt csak a bőr megvastagodása árán tudom elérni. És akkor még egy példát hadd említsek. Ugye mi egy olyan világban élünk, ahol 22 ezer döntési helyzet kínálja magát napi rendszerességgel, óvatos becslés szerint. Nem lehet az ébren töltött órák alatt ennyi döntést felelősen, átgondoltan, a körülmények figyelembe vételével meghozni. Mit lehet csinálni? Sodródni. Úgyse tudom átgondolni, hagyom magam. És előre megrágott és félkész ételeket fogadok be eszmei panelek formájában, újságból, tévéből, rádióból, reklámokból. Voltak éppen én azzá válok, miután nincsen eszmei és erkölcsi kiértékelés, hanem úgy áradnak belém ezek a dolgok, ezért én olyanná válok, amilyenné ezek formálnak. Itt megemlíteném, de hát, hogy a múltkor is említettem, mi van a például a mi gyerekeink által játszott kalandjátékokkal. Második világháborús labirintus rendszerben különböző rémek jönnek, ezeket le kell vadászni, és. Szóval ez a látvány gondolatokhoz kötődik. A látvány maga is gondolatot hordoz. Ha én ezzel szóbálok, és intenzíven és hosszú távon foglalkozom vele, érzelmek is kapcsolódnak hozzá, és formálnak engem. Szeretnénk, hogyha a gyerekeink olyanok lennének, mint az ezekben a kalandjátékokban megjelenő szörnyecskék? Mert ugye amit szemlélek, amivel közösséget vállalok, az formál engem. A hozzájuk kapcsolódó gondolatok és érzések függvényében. Szóval azért próbálom ezt így érzékeltetni, mert amikor gondolkodunk, veszélyes terepen járunk. És akkor lehetünk csak biztonságban, ha egy olyan erkölcsiség és egy olyan eszmeiség kínálja magát, hogy ezekre való hivatkozással vagy ezekre való odafigyeléssel bizonyos gondolatokat beengedjek, másokat eleve kizárjak. Ez egy macerás dolog, tudom, a gondolkodás fárasztó, de hogyha igazán igényt tartunk arra, hogy mi olyanná váljunk, amilyenné az általunk képviselt vagy elfogadott erkölcsiség és eszmeiség formálna minket, akkor oda kell figyelni erre. Nézzük tovább akkor. Itt van ez a bizonyos plat, jobb híján az ő képét vetítettem most ide önök elé, de az ő felfedezéseivel már foglalkoztunk. Kosztolányi Dezsővel is foglalkoztunk, illetve a halotti beszéd néhány részletével, mert hogy miközben itt a gondolkodás tudományával foglalkozunk, jó azt is figyelembe venni, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát nincsen egy adott séma, amelyik mindannyiunkra ráillesztető. Az alapképlet igen, hogy a gondolkodás változtat. A gondolkodás átformál. De az egyéniségünk is megmarad, és ahogy Kosztolányinak ez a verse, a Halotti beszéd című verse is megfogalmazza, az ember egyedüli példány. Nem volt belőle más, és most sem él. Hogy a fánsenő egyforma két levél, a nagy időn át nem lesz hozzá hasonló. Keresheted, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Az agykutatás ennek a mikéntjére is rájött. És pedig megint a Bibliát vette alapul. És azt mondja a példabeszédek könyve 9. fejezete, hogy a bölcsesség megépítette a maga házát, és 7 oszlopát kivágta. Hát ha nekem erről beszélni kellene, akkor, hát hogy is mondjam, nagyon hamar bevallanám, hogy én ehhez nem tudok hozzátenni semmit. Az agykutatás viszont igen. És megalapították, hogy van 7 elkülöníthető területe az agynak, és az egyéniség pedig ennek hátterén úgy bontakozik ki,
hogy ennek a hét területnek a dominanciája emberenként más és más, és ennek a hét területnek az egymáshoz való viszonya. A sorrendiség szempontjából ugye a legelső a domináns, és hogy ehhez képest még hogyan viszonyul a többi terület, melyik a második a sorban, melyik a harmadik, a negyedik, ez esetről esetre emberek függvényében változik. Egy nagyon érdekes példa is szerepel ebben a feldolgozásban, a példát csak azért mondanám el, mert az oktatási rendszerünket is egy kicsit úgy leleplezi, nem csak itt Magyarországon, az egész világon. Ugye van egy logikára és matematikai készségre épülő oktatási rendszer. Na és hát ez az agykutató nő pedig a következőt fogalmazta meg, egy ilyen vicces történet. Elmeséltem az unokámnak is, és csodák csodája, majd elmondom mindjárt, hogy mire jutottam nála. A nyúl beiratkozik a testnevelési egyetemre, és az összes tantárgyat bevállalja. Távolugrást, magasugrást, futást, és még az úszást is. Hát kiválóan teljesít az ugrószámokban, a futásban is, az úszás nem nagyon megy neki. Azt mondja erre az oktató, figyelj nyúl, ne ugrálj, se távolba, se magasra, és ne is futkározzál, ússzál. Megkérdeztem az unokámat, hogy mit gondolsz, mi lett a nyúllal? Rögtön rávágta, megfulladt, és tényleg ez a történet vége. Tehát, hogyha én azzal foglalkozom, ami nekem nem megy, amiben én nagyon gyenge vagyok, akkor nem vettem figyelembe azokat az adottságokat, amelyek amúgy bennem jelen vannak. Megvan a domináns, hogy melyik a leghatékonyabb, legeredményesebb, én magamnál már kitaláltam. Hát persze most már így az alkonyuló ágban már nem sokra megyek vele, de a lényeg az, hogy én megfigyeltem magamon, hogy én nem tudok úgy tanulni, hogy egy helyben ülök és nézek ki a fejemből. Nekem mozognom kell, nekem valamit kell csinálnom közben, mert egyszerűen megőrülök, és semmi minimális hatásfokkal fogadok be információkat akkor, ha nekem ülnöm kell mondjuk fegyelmezetten hátatett kézzel. Még jó, hogy szobakonyhás lakásban laktunk, és ezért nem volt lehetőségem, hogy elszigetelődve valahol tanuljak. Fogtam magam, kezembe vettem a könyvet, ott laktunk Pesten a Szépföldi úton, nem sokat kellett tennem ahhoz, hogy fönt legyek a hármas határhegyen, és ott az ösvényeken sétálva, kezemben a könyvvel készültem fel a vizsgákra. És azóta is, ha én igazán valamit komolyan meg akarok tanulni, akkor megyek. Ha értekezleten ülök, akkor fordítok, mert engem az nem elégít ki, hogy én ott ülök és hallgatom mások bölcsességét. Nekem valamit kell csinálni, ami mérhető, ami hogy is mondjam, valami plusz mozgással is együtt jár, valami plusz tevékenységgel. Figyelek én oda is, és adott esetben szólok is, hogyha úgy érzem, hogy kell, de valamit kell csinálnom. Szóval én menet közben, ugye ez nem tudatosult nálam, csak úgy indirekt módon érzékeltem, hogy akkor vagyok hatékony, ha közben mást is csinálok. Miközben megtanultam most éppen az agykutatással kapcsolatban, hogy ha én egyszerre több felé figyelek, akkor maradandóan semmilyen információ nem marad meg bennem. Na de azért én erre rácáfoltam a saját gyakorlatommal, úgyhogy vitatkozom itt menet közben magammal, és miközben áradnak belém az információk, azokat én szűröm, mert ugye azt mondtuk, hogy nekem kell minden gondolatot fogjul ejteni, tehát akkor én megszűröm, hogy melyikkel állok szóba, melyikkel nem állok szóba. Hát, hogy én szétszórt gondolkodású vagyok-e, azt majd később eldöntöm, de majd meglátjuk. Na, a lényeg az, hogy kinek rá kellene jönnie arra, hogy működik ő a legjobban. Van, aki például zenehallgatás közben, na nem ezt a diszkókból származó zenét kell hallgatni, hanem klasszikus zenét például. Megfigyeltek embereket, akik miközben olvasnak, dobolnak a lábukkal, dudorásznak magukban, vagy a kezükkel valamiféle ritmust játszanak, és ebből közvetett módon kiderül az, hogy ők egyfajta zenei alapadottsággal, valami komoly ritmusérzékkel élnek,
és akkor jut be az információ, és a memória akkor gazdagodik, amikor ez a háttér biztosított. És van 7 ilyen terület, ahogy elmondtam, hogyha esetleg itt a mi közös tanulmányozásunk ideje alatt én letisztázva leírom azt a 210 kérdést, ami arra való, hogy ki megtudja, hogy nála melyik a domináns terület, akkor azt majd hozzáférhetővé teszem, becsületesen ki kell tölteni, tehát nem szabad kozmetikázni a válaszokat. Ha én valamiben tehetségtelen vagyok, akkor azt meg kell nevezzem. És miközben ezekre a kérdésekre válaszolok, tudatossá teszem azt, hogy milyen vagyok. És ha tudom, hogy milyen vagyok, akkor sokkal hatékonyabban tudok a gondolataimmal is foglalkozni, és sokkal hatékonyabban tudom felépíteni azt a valakit, aki az én erkölcsi és eszmei meggyőződésem szerint szeretnék lenni. Ez a John Eccles azért került ide, mert ő volt az, aki hosszas kutatás után megállapította, hogy a gondolatok génszintű hatást gyakorolnak. Beépülnek a gondolatok nyomán megjelenő idegingert közvetítő anyagok, beépülnek a sejtbe, és módosítják a sejt DNS-ét. Ugyanakkor aktiválnak bizonyos sejteket és bizonyos géneket. Tehát újra megfogalmaznám, hogy veszélyes gondolkodni, mert hogy ilyen szintű hatásokkal kell számolni. Milyen a negatív gondolat hatása? A negatív gondolatokról már beszéltem, de mondjuk például valaki idefelé jövet, belelépett a lelki világomba. Beszólt nekem. Alig ismerem, és egyszerűen kioktatott. És én most erről nem tudok leszállni, erről az érzésről. Azt mondja megint csak a bölcsesség irodalom, a nap le ne menjen a te haragod felett. Mert én hosszasan elidőzök ennél a gondolatnál, ennél a negatív gondolatnál, amihez negatív érzés is társul, akkor ez rögzül. Vannak emberek, akik éveken keresztül nem tudnak megbocsátani. Vajon milyen lehet az egészségük? Mert negatív gondolat, negatív érzés, rossz hangulat, kellemetlen közérzet, legyengült immunrendszer, és megteremtem a betegségekre való fogékonyság alapvetését. Azt olvassuk, hogy a nap le ne menjen a te haragod felett. 24-48 óra alatt tartósan rögzül egy gondolat, szinte kitörölhetetlen. Majd itt a későbbiekben foglalkozunk vele, azt a címet adtam annak a diának, hogy agytakarítás. Szóval, mert a meglévő és kártékony gondolatokkal le kell számolni. Minden gondolatot fogjul ejtek, amik igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény és van valami dicséret, azokkal foglalkozom, de ebből implicite az is következik, hogy a többit ki kell takarítanom. Nem tudom, hogy észrevettük-e magunkon, hogy valamilyen látvány úgy megragad bennünket. A látványhoz gondolat társul. A gondolathoz érzelem. És így hatnak ránk a külső környezetből. Újra hangsúlyoznám. Szabad-e kiszolgáltatnom magam a külső környezet ilyen irányú hatásának? Szabad-e hagynom, hogy a kívülről jövő, főleg ellenőrzés nélkül maradt gondolatok és érzések formálják azt a valakit, aki én vagyok? Ha az vagyok, amilyenek ki a gondolataim formálnak, de ezeket a gondolatokat nem az én szűrőmön keresztül bocsátva fogadtam be, hanem a szűrő nem is működött. Lesz egy itt a... Talán éppen a következő alkalommal egy hét múlva a homloklebennyel foglalkozunk. A homloklebeny, ez a homlokunk mögött meghúzódó agyi terület a döntéseinknek, az erkölcsi és eszmei döntéshozatal területe.
életmódunkkal igen-igen vissza tudjuk vetni a hatékonyságát, szinte működésképtelenné válik. Ha én mondjuk elmegyek a diszkóba szombat este, és pulzál az a bizonyos zene, a hallóközpontom egyszerűen, hogy is fogalmazzuk, szóval lezsibbad. A pulzáló fények és ez az iszonyatos hang, ez legalább két agyi területet blokkol. Ha két agyi terület ilyen állapotba kerül, akkor nem működik az erkölcsi és eszmei kiértékelés. Úgy hívják az agykutatással foglalkozó emberek, de ez a fogalom már más területen is megjelent, hogy lemegy az illető alfába. Ez azt jelenti, hogy az agy csak alfa hullámokat bocsát ki, ami azt jelenti, hogy tudatos agyi tevékenység nincs. Ha nincs tudatos agyi tevékenység, akkor erkölcsi és eszmei kontroll nélkül jut be a tudatomba mindaz, ami ott abban a millióban engem körülvesz. Olyanná formálódom, amilyen erkölcsiséget és eszmeiséget és hatást az a lelki és eszmei klíma képvisel, ahol én vagyok. Megengedhetem magamnak ezt a luxust, hogy a külső környezet formáljon engem. Ha leülök a tévé elé és megnézek egy filmet, a gyors képváltások miatt nem tudok gondolkodni. Azért nem tudok gondolkodni, mert nincs időm rá, hogy a látottakat kiértékeljem. Ugyanakkor a tévé a maga villódzásával és hanghatásaival megint csak eléri azt, hogy én lemenjek alfába, és ne legyen jelen semminémű tudatos kiértékelés, erkölcsi se eszmei. Tehát amit én nézek, az formál engem. Azért formál, mert nem szűröm ki a hozzájuk, a látottakhoz társuló gondolatokat és érzelmeket. Ezek behatolnak ellenőrzés nélkül, és a maguk képmására formálnak engem. Megengedhetem ezt magamnak. Ha vannak komoly igényeim és elvárásaim önmagam irányában. Tehát, hogyha én mondjuk nem éppen olyan akarok lenni, mint amilyen mondjuk egy film főszereplője, mondjuk egy James Bond, aki ha kell hazudik, ha kell pofozza a másikat, ha kell, akkor mit tudom én, mit csinál, agresszív. Szóval ez is egyfajta eszménykép lehet. Ha én ezzel azonosulok, és én ilyen akarok lenni, akkor ám legyen, de akkor ilyen leszek. De ha ennél én többre vágyom, például a kisgyerekünk, az unokánk azt mondta, hogy nagyanyától kérdezte, hogy a Luca ugye egy szelíd gyerek. Hogyan lehetnék én is olyan szelíd, mint a Luca? Volt akkor 4,5 éves. Szóval, hogyha valakinek mondjuk ilyen elvárásai vannak, hogy ő szelíd akar lenni, mert a számára egy pozitív tulajdonság, akkor nem biztos, hogy a James Bond filmek fogják őt ilyen irányban befolyásolni. Szóval, hogyha az embernek megvan a saját elképzelése arról, hogy milyen akar lenni, akkor ehhez tényleg fogjuk elejteni minden gondolatot, és amelyek nem ebbe az irányba befolyásolnak engem, azokat ki kell szűrni. Tapasztalatok révén tanuló lény az ember. Ugye ezekről már beszéltünk, hogy az emberi agy a születéskor rendelkezik a legtöbb idegsejttel, és a sejtek pusztulásnak indulnak, főleg egy bizonyos területen, az agykérekben, a motoros kérekben és a homloklebeny területén, de marad. Marad, és ugye megtanultuk, hogy újabbak születhetnek, hogyha ennek a feltételeit biztosítjuk éppen a gondolkodás révén. Hogyha mindazt, amiről eddig beszéltem, egy mondatban sűrítve össze akarnám foglalni, akkor azt mondom, hogy használd vagy elveszíted. Azért pusztulnak az agysejtek, mert nem használjuk őket. Itt kint az asztalon, ha körül tetszenek nézni, egy ilyen sötétkék színű könyv majd úgy kínálja magát, az a címe a gondolkodás elvesztett művészete. Ugye ez összefügg ezzel, használd vagy elveszíted. Lehet, hogy már elvesztettük,
mert hogy a környezetünk hatása alatt éltük a magunk életét az automatizmus jegyében, de hogyha ez az igény most a hallottak nyomán fellángol, hogy én gondolkodó lény akarok lenni, tudatosan akarom a gondolataimmal formálni azt a valakit, aki vagyok, akkor vissza kell szereznem ezt a képességet, és ehhez meg kell ismernem azokat a törvényszerűségeket, amelyek a visszaszerzéséhez és a gyakorlásához szükségesek. A sejtvesztesség okairól csak annyit, hogy a kihasználatlanság szerepel az első helyen. Azt is mondtuk korábban, hogy olyan, ami agyunkban lévő ideghálózat, mint egy dús lombozatú fa. És minél többet gondolkodunk, minél összetettebben gondolkodunk, és minél határozottabb ez az igényünk, ez a fa lombkoronáját mind gazdagabbá, mind szertágazóbbá teszi. Ha sodródom, és a külső körülmények formálnak engem, és a tudatos gondolkodás nem annyira jellemez, mert hogy működöm? Végzek valamilyen munkát a munkahelyemen, mert hogy rutinszerű munkát. Ha nem gondolkodom, akkor is tudom csinálni. Tehát ugye a munkahelyemen vannak ilyen munkák. Nem akarok egyetlen munkát sem lebecsülni, de mondjuk, hogyha árkot ások, ahhoz nem kell gondolkodni. Mert az úgy működik. Ahhoz kéz kell, meg lábam, mivel taposom az ásót. Hogy ebből a monoton, hát hogy mondjam, lélektelen munkából hazamegyek. Jó, fáradt vagyok, megeszem a vacsorát, egész nap nem értem rá, jó, kisámfázom a gyomromat. Ennek megfelelően a vérellátás az agyból, hát annyi még marad, hogy ott a funkciók működjenek, de a gyomor körül jelenik meg a legtöbb vér, hogy az emésztésben segítsen. Magamhoz veszek mondjuk egy üveg, ahogy én csináltam, egy üveg lekvárt és egy serclit, mert ugye a vacsora kevés volt. Meg kell valami édesség azért, hogy dopamin vagy endorfinok termelődjenek, mert ugye frusztrált vagyok az egész napos monotónia után. Ülök a tévé előtt, kanalazom a lekvárt, eszem a serclit, és nézem a tévét. Megint csak érvényesülnek az előbb mondott törvényszerűségek, formálnak engem. Amúgy se túlzottan szárnyal a gondolatvilágom, mert hogy fáradt is vagyok, tele is a hasam, meg hát itt van ez a sajátos környezet. Na most, ha az ember hétről hétre így éli az életét, vajon nincs prognosztizálva az agyi leépülés? Ha nem gondolkodom, elveszítem. És olyan lesz az én ideghálózatom az agyban, mint egy fa a tél elején. Elvesztette a leveleit, az ágak többé-kevésbé már elszáradtak, majd tavasszal levágják, és egyre kopárabb és kopárabb az egész. Na szóval ezt azért próbálom ilyen képiesen önök elé tárni, hogy ilyenekké válhatunk. Ha nem használjuk, elveszítjük. Nézzük tovább. Milyen következményei vannak? Ha egy agysejt elpusztul, ugye itt jelennek meg ezek a bizonyos makrofágok, amelyekre az előbb hivatkoztam, eltakarítják a szemetet, és hogyha megfelelő körülmények érvényesülnek, ezek a csillagalakú támasztó sejtek pozitív érzelmi környezetben indulnak igazán működésnek, ilyen körülmények között indítanak útra idegnövekedési faktorokat. Elmondtam a múlt alkalommal két példát. Az egyik egy egeres példa volt, két csoportra osztott egerekkel kísérleteztek, mindkét csoport egyedeit megfertőzték rákkal. Az egyik csoport egyedei kaptak enni és megfelelő körülményeket biztosítottak, a másik csoport egyedei is megkapták, csak azokat még ölbe vették, simogatták, tehát két bevették egeret, nem lehet ölbe venni, mert túl kicsi. Na szóval az előző csoport minden egyede elpusztult, az utóbbi csoport minden egyede felépült a rákból. Mert ugye ez a mechanizmus érvényesült, hogy a káros dolgokat a makrofágok levadázták, mert ebben a pozitív környezetben pozitív gondolatok az egérnek mondjuk nincsen, de emberekről van szó, akkor a pozitív gondolatokhoz pozitív érzelmek társulnak,
ezek módosítják az immunrendszer sejtjeinek a DNS-ét, felerősödik az immuntevékenység, és kitakarítják a hulladékot a rákos sejtekkel együtt. Ha bennem él az a bizonyosság, hogy én meggyógyulhatok a rákból. Nem tudom, a Beata Bishop történetét ismerik-e önök. Ez egy a BBC-nél dolgozó magyar származású munkatárs volt. Melanómát diagnosztizáltak nála, és hát kivágtak a lábából egy jó nagy darabot, azon az alapon, hogy majd így lokalizálják a rák terjedését. És hát élte is az angol középosztálybeli emberek életét. 2,5 év elteltével megjelent az AGK-ban egy ugyanolyan elváltozás, egy csomó, és a biopszia nyilvánvalóvá tette, hogy ez bizony a melanoma metasztázisa, tehát egy áttét. Nem engedte, hogy megműtsék. Azt mondta, hogy nem elég, hogy így esztétikailag tönkretettek, de csak nadrágban járhatok ezután, sánta már nem akarok lenni, hogy itt az ágyékomat is sebészeti beavatkozásnak vessék alá. Elment egy olyan intézménybe, egy bizonyos Max Gerzson nevével fémjelzett intézménybe, ugye a háború előtt volt egy ilyen fogalom, hogy Gerzson diéta, ő a rákkutatásban és a rákgyógyításában egész komoly eredményeket ért el. Na ez a Beata Bishop elment oda, és olyan betegeket kezeltek ott, akikről a klasszikus orvoslás már lemondott. Tehát többszörös áttét, stb. Megtanították őket ott egészségesen élni. Többnyire nyers zöldséglevekkel táplálkoztak, és amikor ezt olyan 4-5 hónap átfutási idő alatt megtanították nekik, elbocsátották őket. Ennek a Beátának az élettársa összeszedte Angliában felhető összes bioélelmiszert, és ezen éltek. Hát a csomó nem ment el, ott maradt az AGK-ban, és azért a tudatalattiát egy kicsit borzolta. Noha teljesen jól érezte magát, és nem volt igazán semmi baja. Az orvos azt mondta, hogy legalább ezt a csomót engedje meg eltávolítani, ennek semmi némi konzekvenciája nem lesz, nem fog lesántolni, stb. Hát ráállt. Levitték a patológiára, és szövettani vizsgálatot végezve megalapították, hogy a szervezet egy kötőszöveti burkot hozott létre a rákos elváltozás körül, és elzárta a rákos sejtek életben maradásának minden lehetőségét. Elhalt ráksejtek voltak a kötőszöveti burokban. Tehát a szervezet sok mindenre képes, ha a feltételeket biztosítjuk. De ez kell egy pozitív gondolkodás, kell egy abban való meggyőződés, hogy én meggyógyulhatok. És amikor például arról beszélünk itt, hogy a gondolatainknak milyen szerepe van, a döntéseinknek, és ezeknek a pozitív irányultsága is milyen fontos abban, hogy én akár sejtszintű és génszintű változásokat hozzak létre magamnál, akkor ezek a dolgok nem valószínűtlen mesék, hanem nagyon is valóságos történések. De menjünk tovább, nézzünk tovább. Azt mondja, az agy csak ránk vár, vagy valakire, aki törődik velünk, vagy kiadja ezt a parancsot. Mindez akkor valósul meg, ha saját magunk, vagy valaki erőfeszítéseket tesz testünk aktivizálására. Ilyenkor adott a lehetőség a gyógyulásra, és a kiváltó tényező, az efféle mechanizmusokat beindító tényező a gondolkodás. Amikor valaki gondolkodik, megfigyelték, hogy bizonyos agyi kisülések mintázatokat hoznak létre az agyban. Ha valamire nagyon összpontosítok, akkor az agytevékenység, tehát a gondolat aktivizálja a sejteket,
ezek érzelmek kapcsán idegingert közvetítő anyagokat bocsátanak ki, és például megfigyelték, ha negatív gondolat jelenik meg, egészen másfajta az agyi mintázat. Viszont ha pozitív, tehát erkölcsileg pozitívnak tekinthető, kellemes dolgokkal összefüggő a gondolat, akkor ennek megfelelő az agyi mintázat. Tehát van a gondolkodás és a gondolat tartalmával összefüggő változás is. Tehát ha úgy tetszik, akkor a mintázat alapján is vissza lehet következtetni arra, hogy én milyen gondolatokkal vagyok elfoglalva. Itt egy idézet, ezt talán felolvasnám. Olyan varázslatos szövőszék, amelyben milliónyi ide-oda járó vetélő idegimpulzusok egymásba átütő mintázatokat hoz létre, de ezek a mintázatok mindig valamilyen értelmet hordoznak, soha nem állandóak, hiszen az alapmintázatok harmonikus változása alakítja őket. Tehát minden esetben, amikor valami vagy valaki felkelti az érdeklődésünket, a figyelmünket, jellegzetes agyunk nagyszámú idegimpulzusaiból összetevődő fizikai téridő mintázatot keltünk életre. És ezek esetről esetre változnak. Mi a gyógyulás módja? Hát, ha gondolkodunk. Leegyszerűsítve a dia tartalmát, amik csak igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodunk, minden gondolatot fogjul ejtünk, és a rossznak, a gonosznak nem hagyunk helyet. Mert ugye az agytakarítás ezt is jelenti, hogy azokat eleve kirekeztem, azokkal eleve nem foglalkozom. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon, hogy ezt hogyan lehetne a gyakorlatban megvalósítani. Elmegyünk reggel, álmosan, morózusan, mert korán van, kint még sötét van, semmi kedvünk semmihez, se gondolkodni, se semmi. Pedig ha eltökéltük volna előző nap, hogy én holnap, miközben utazom, mondjuk ingázó vagyok, és kell vagy 40 percet vonaton töltenem, azután pedig mondjuk villamoson és buszon, ahol mindenféle impulzus ér, ugye különböző emberek, különböző tudatmódosító szerek hatására, ott, hát hogy is mondjam, engem frusztrálnak már reggel. Rám lehel, meg mit tudom én, mit csinál, elkezd udvarolni nekem, mondjuk, ha nő lennék, vagy mit tudom én, mit csináljak, hogy ezektől megkíméljem magam. Eltökélem előző nap, hogy én holnap például ezzel foglalkozom, és kitalálok valamit, hogy mivel. Olyan hamar megérkezem, hogy észre sem veszem. És pozitívan töltöttem azt a 40 percet. A munkahelyem pedig meghatározza, hogy nyilván a gondolataimat, mivel foglalkozom, nem lehet, nem mindenki árkotás. Van, amikor a munkában az embernek a fejét is használni kell. De ha én eleve eltökélem, hogy mivel foglalkozom, akkor oda más nem hatol be. Mert én döntöttem el, hogy mivel. És amíg én azzal foglalkozom tudatosan, addig oda a környezeti ingerek nem jutnak be. És nem formálja engem az én tudatomat, az én alapállásomat, alapvető erkölcsi és eszmei beállítottságomat semmi a környezetemből. Engem nem lehet a jelenből ismerőshez ugye kiverni. Ismerőshez a szó erre felé? Valakit a jeléből kivernek, az azt jelenti, hogy nem kénytelen nem azzal foglalkozni, amivel amúgy szeretne, hanem egy belső békességből kibillentik, és kénytelen szóba állni a külvilág ingereivel. Tehát ez az, amikor valakit a jeléből kiverne, de én elhatározom, hogy én valamivel foglalkozom. Mit tudom én például? Elkezdek azon gondolkodni, amit ez a Szokratész féle idézet képvisel. Ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. Húha. És akkor ettől nem tudok elszakadni, és akkor ez rám is vonatkozik? És mennyiben vonatkozik rám? És tényleg olyan vagyok? És mennyire tudatosak az én gondolataim? Szóval szépen lassan egy úgynevezett metakog mintázat jön létre. Ez egy olyan, úgy tudnám elképzelni, hogy asszociációs játékot játszok magammal. Egy kis dobozt hozok létre a fejemben, amiben beírom ezt az idézetet,
hogy az ember gondolkodik, olyan ő, és akkor minden továbbit, ami ehhez társítható az asszociációs játék kapcsán, azt oda gondolatban mellé teszem. És elindul egy gondolati irány, és amire, mikor a célba érek, már 40-50 fűrt van az alap gondolat mellett. Mert így egymásod, és amikor hazamegyek ismétlésként, újra végig játszom, és már le is írom. Hihetetlenül sokra lehet eljutni, tudatossá válik ez a pozitív irányultságú gondolkodás egy adott fogalom köré. Ez a bizonyos William Sadler, ugye mi itt arról beszéltünk, hogy a gondolkodásnak milyen hatása van, de valahol a képben meg kell jelenni az akaraterőnek, és itt lesz a kapcsolódási pont a legközelebbi alkalommal elhangzottakhoz, mert ugye a homloklebenyünk nem csak a gondolkodásnak, az eszmé és erkölcsi kiértékelésnek a szintere, hanem a döntéseinké is. Tehát itt most a mi döntéseink fontosságával kapcsolatos gondolatokat kellene áttekintenünk. Az akarat a pozitív mentális aktivitások eredője, a pszichés döntések és elhatározások összessége. Tehát amikor én valamivel összhangban vagyok, azt a cselekvés szintjén is érvényesíteni akarom. És ehhez döntés kell. Ha a lelkiismeretem nem akar engem eltéríteni attól az iránytól, amit én igaznak, helyesnek tartok, mert miért is akarna, akkor ebből előbb-utóbb egy döntés érlelődik, és a döntéshez majd cselekedetek társulnak. Mintán annyira kézenfekvő a gondolat, tényleg nem a Bibliát akarom én itt képviselni, de hogy működik egy kísértés? Azt mondja a klasszikus megfogalmazás, hogy mindenki akkor kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát megjelenik egy gondolat, ehhez érzelmek társulnak. Ez önmagában lehet kísértés. A Jézus klasszikus magyarázata például így hangzik, hogy a régieknek megmondatott ne paráználkodjál, én pedig azt mondom, hogyha kívánság okából tekintesz nyilván idegen asszonyra, akkor te a szívedben paráználkodsz. Tehát hogy működik ez? Látok egy nőt, és szóbálok azzal a gondolattal, amit a látvány indukál, hogy mi lenne, ha. És én elidőzök ennél. Nem tudom meg soha a nevét, nem ismerem, többet nem találkozom vele, de beengedtem valamit a tudatomba, ami átstruktúrálja az én gondolatvilágomat, ennek a kívánságnak és a hozzátársuló gondolati tartalomnak megfelelően. Nekem vissza kell térnem a normális irányba. Azt mondja, hogy a régieknek megmondatott ne paráználkodj, én pedig azt mondom, valaki kívánság okából tekint asszonyra, paráználkodott a szívében. Nem a cselekedet a paráznaság, hanem az a tudati átrendeződés, ami a látványhoz kötődő gondolatokkal és érzelmekkel azonosítható. A másik példa ugyancsak Jézus szavaiból. A régieknek megmondatott ne őj, én pedig azt mondom, hogy ha haragszol. Ha azt mondod a másiknak, hogy ráka vagy bolond, tehát már megjelennek a szavak is, amelyek a belső gondolati tartalmat fejezik ki, akkor te öltél. Kezdet sem emeltél rá, lehet, hogy mosolyogtál rá, közben meg volt a magad véleménye. Szóval, tehát hogyha az én gondolatvilágom átrendeződik, átstruktúrálódik, a gondolat hatására negatív irányt vesz, akkor valami a krisztusi értelmezés alapján már megváltozott. Arról beszéltünk, hogy áthuzalozza a gondolat az agyat, áthuzalozza a gondolati pályákat. Tehát, ha én szóbálok ilyen dolgokkal, akkor a fejemben végbe menő változás, ha cselekedetek nem is követik, már is megteremtette valaminek az alapját, és hogyha most ennek hátterén én eldöntöm azt, hogy hát a nyomába eredek én ennek a nőnek, és megpróbálok vele megismerkedni.
ez már a bűn elkövetése után van. Ez szövődmény, ez következmény. Mert valahogy ezek a régiek tudták azt, hogy ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. És ha én a természetem felől megjelenő vágyakat, önző és a magam vágyait hajszolni akaró elképzeléseket részesítem előnyben, akkor ezek fogják átalakítani a gondolkodásomat. Ez a Wilder Penfield pedig azt írja, az akarat az ember lelke. Viszont az akarat erőt pozitív irányban is fel lehet használni. Az akaratnak hihetetlen ereje van. Beszéltünk itt arról, hogy hol lehet a bűnt elkövetni a szívben. Mit keres, de végig a gondolkodásról beszéltünk, most meg azt mondjuk, hogy a szív. Hogy lehetséges, hogy a kettő között van némi kapcsolat? Az egyszerűség kedvéért elolvasnám ezt a rövid idézetet, mert hitelesebb is. A Biblia, az ókori tudományok és a szentimentális irodalom is a szívhez társította a bölcsességet, az értelmet és az érzelmeket is. A modern kutatások során a tudósok felfedezték, hogy szívünk valóban jóval több, mint egy izompumpa. Létezik benne ugyanis egy 40 ezer neuronból álló mini agy, amely saját intelligenciával rendelkezik. Egyes tudósok szerint az intuitív megérzések és gondolatok mögött rejlő, intelligens erő a szívben rejtőzik, és nem a biológiai agyunkban. Megfigyelések során azt láttuk, hogy a szívünk úgy viselkedik, mintha saját értelemmel rendelkezne, és alapvető módon befolyásolja azt, hogy hogyan fogjuk fel a világot, és hogyan reagálunk rá, állítja a szív működésének kutatására szakosodott Kaliforniai Intézet weboldala. Lényegileg úgy tűnik, hogy a szív befolyásolja az intelligenciát és a tudatot. Fajsúlyos kijelentések ezek, hiszen az orvostudomány még ma is kitart amellett, hogy az agy irányítja a test szerveit, beleértve a szívet is. Howard Martin, ennek a bizonyos intézetnek az alelnöke szerint, a szív 40-60-szor több elektromos impulzust bocsát ki, mint az agy. Nem pusztán vért pumpál, hanem szerepet játszik az érzelmek irányításában, hormonok termelésében is. Az emberek évezredekkel ezelőtt is úgy írtak a szívről, mint ami saját intelligenciával rendelkezik, és lehet, hogy igazuk volt. A modern tudomány néha csak azt fedezi fel, amit az emberek már amúgy is tudtak. A neurokardiológiai kutatások egyik úttörőjeként dr. G. Andrew R. Moore vezette be a funkcionális szívbéli agy fogalmát még 1991-ben. Kutatásai során felfedezte, hogy a szív rendelkezik egy saját összetett idegrendszerrel, amely megfelelően kifinomult ahhoz, hogy a maga nemében mini agyként tartsák számon. Idegpályái lehetővé teszik, hogy a koponyában elhelyezkedő agytól függetlenül lépjen fel, képes tanulni, emlékezni, sőt érezni és érzékelni is. Mint több kutatás utal rá, a szív valójában egy nagyon komplex, önszervező információfeldolgozó központ saját aggyal, amely kommunikál a koponyában elhelyezkedő aggyal, illetve befolyásolja azt az ideg- és hormonrendszeren, valamint egyéb csatornákon keresztül. E behatások alapjaiban befolyásolják az agy működését és a főbb szerveket, és végső soron meghatározzák az élet minőségét. Ennek a bizonyos intézetnek a munkatársai kutatásokat végeztek, és a kutatások szerint a szív elektromágneses mezőkön keresztül is kommunikál az aggyal. A szív hozza létre a test legerőteljesebb és legnagyobb kiterjedésű ritmikus elektromágneses mezeit. A szív mágneses tere körülbelül 500-szor erősebb, mint az agy mágneses mezője, és több méter távolságról is érzékelhető. Ez egy példát, és a legközelebbi alkalommal itt folytatnánk. Emberekkel nem szokás kísérletet végezni, legalábbis nem szabad, ezért mondjuk, hogy ez egy vizsgálat. Különböző helységekben elhelyeztek felnőtt embereket. Ezek a felnőtt emberek egy monitort kellett bámuljanak. A fejükre és a szívük tájékára megannyi elektródát illesztettek, és vizsgálták, hogy majd a monitoron megjelenő képre hogyan reagálnak,
milyen sorrendiségben és milyen összefüggésben. Randomizált kísérletről volt szó, tehát nem tudta senki, aki a képernyő előtt ült, hogy milyen sorrendben fognak a képek megjelenni. Vagy kellemes látványnyújtó képek, vagy elborzasztó képek, mint a kalandjátékokban, mondjuk a labirintusban megjelenő szörnyecskék. Nem tudta a számítógépet irányító ember sem, hogy a képek hogy jelennek meg egymás után. De képzeljük el, hogy mondjuk éppen egy támadó kígyó jelenik meg, és olyan háromdimenziós hatással, mintha én lennék a célpontja. Hát az ember összerezzen, nem? Egyébként ezt a kifejezést ismerjük, hogy összeszorul a szívem. Vagy megmelegszik a szívem tája. Ezt csak azért mondom, hogy érzékeljük, hogy itt rólunk van szó. Na, ha mondjuk egy gyönyörű virágos mezőt látunk, és oda képzeljük magunkat, és lágy szellő lengedez, és a tavaszi nap melegíti az arcunkat, hát milyen érzések uralkodnak el rajtunk? Na, a lényeg az, hogy mielőtt a kép megjelent volna, 6-8 másodperccel korábban a szív reagált. A kép tartalmának megfelelően. Nem látta még a képet. Miről beszéltem itt az idézetben? Azt mondja, a szív mágneses tere körülbelül 500-szor erősebb, mint az agy mágneses mezője, és több méter távolságról is érzékelhető. Szóval ez egy új terület, új tudományág van kibontakozóban körülötte. Kimutatják azt is, hogy az első hegedűs a szív, és utána következik az agy. Az öt érzékszer felül a szív fogadja és regisztrálja az információt, és továbbítja az agynak. És van egy biblia szöveg. És megint idézném, bocsánat, mert ez nekem annyira tetszik, hát most magamnak is beszélek. A modern tudomány néha csak azt fedezi fel, amit az emberek már amúgy is tudtak. Példabeszédek könyvében az áll, minden féltett dolognál jobban őrizd a te szíved, mert abból indul ki minden élet. És akkor nem a fejben dőlnek el a dolgok? Hát a fejben is eldőlnek, mert a tudatosításra ott kerül sor. És a gondolataink azok, amelyek ezeket a változásokat képesek véghez vinni. De lehet, hogy a külvilággal, az általunk talán nem egészen érzékelhető világgal a szívünkön keresztül tartjuk a kapcsolatot, vagy lehetséges a kapcsolatfelvétel. Ez maradjon nyitva ez a kérdés, jó? Legközelebb, amikor a homloklebennyel foglalkozunk, akkor talán újabb szempontok is megjelennek a most olvasott idézet tartalma mellett.